Kíváncsi tekintetek várták a Pálffy Miklós kereskedelmi középiskolában, hogy elkezdődjön Patkás Tamás paraúszó előadása. Dr. Dézsi Csaba András polgármester beszélgetett Győrváros parasport nagykövetével, aki kiemelte, Tomi Roki életútja bárki számára példaértékű lehet. Azért nagyon fontos, hogy azokat az embereket, akik küzdelem árán vagy úgy születtek, hogy valamilyen fogyatékossággal születtek, vagy pedig valamilyen baleset folytán elvesztették valamilyen végtagjukat mondjuk, vagy akár a látásukat, megismerjék az emberek, hogy fel tudtak állni, hogyan tudtak felállni ebből a helyzetből, és miként élik a világukat nap mint nap. Ez nagyon fontos, mert ezek a gondok, ezek megmutatják azt, hogy mennyire eltörpülnek azok a napi problémák, amin siránkozunk sokszor, és azt mondjuk, hogy jaj, de nehéz nekünk, amikor látjuk azt, hogy másnak azért ez sokkal nehezebb, és mégiscsak megoldotta a problémáját. És Tomi Roki, ő egy olyan ember, aki elvesztette a lábait, majd felállt, és ma pillanatnyilag már benne van a világ 10 legjobb paraúszójába. Tomi Roki egy vonatbalesetben veszítette el lábait, azonban úgy döntött, nem hagyja el magát, úszni kezdett. A Balatont eddig 8-szor úszta, de a Boszporuszt is áttempózta már, sőt legutóbbi teljesítménye, azaz a menekülő úszása az Alcatraz szigeten lévő börtönből bekerült a rekordok közé is. A paraúszónak ez nem az első előadása, de úgy érzi, mindig tud valami pluszat adni a fiataloknak. Az érzékenyítés, illetve az elfogadás, illetve a példamutatás, tehát hogy egy ilyen sérültségből is van élet, van tovább, és soha nem szabad feladni. Jó néhány intézményben voltál, és hogy kaptál-e valami olyan visszacsatolást, hogy tényleg valakinek ez konkrétan egy új szemléletet adott? Mindenképpen, tehát privátban is írnak a gyerekek, illetve tényleg azt tudom mondani, hogy csak pozitív a visszajelzés, tehát még negatívot senkitől nem kaptam. Lehet, hogy nem vagyok profi előadó, és lehet, hogy ezzel lehetne csiszolni, de azt gondolom, hogy attól még hiteles vagyok. Az iskola vezetősége nagyon örült a lehetőségnek. Nagyon hosszú ideje készülünk erre, hogy összehozzuk ezt a találkozót a Tamás és a tanulóink között. Én úgy gondolom, hogy az, amit ő csinál, amilyen eredményeket elért, az mindannyiunk számára példaértékű lehet, és úgy gondolom, hogy kitartásból és úgy egyáltalán a munkához, a problémákhoz való hozzáállást tekintve nagyon sokat tanulhatnak a tanulóink, és hát én bízom benne, hogy a mai előadásról úgy állnak fel, hogy megerősítést kapnak abban, hogy nincsenek lehetetlenek, tehát ha valamivel problémával találkoznak majd az életbe, talán eszükbe jut, hogy hát ha a Tamásnak ez sikerült, akkor biztos nekem is sikerülni fog. Az előadás szervezésében nagy szerepe volt a Pálffy egyik végzős tanulójának. Azt gondolom, az ő életútja az nagyon példaértékű lett, és nekünk diákoknak azt kell sugallja, hogy nincsen lehetetlen, és nem ismerünk lehetetlen, és az ő élete bemutatja azt, hogy valóban nincs lehetetlen. És ezért tartom fontosnak, hogy közvetlen viszonyba kerüljön az én korosztályommal, megismerjük az ő életét, és belássuk azt tényleg, hogy nincsen lehetetlen. Az életút ismertetését követően Tamás videókat is mutatott a gyerekeknek, és kérdezni is lehetett tőle. Az előadás sorozat pedig hamarosan egy másik intézményben folytatódik.